Ezelőtt írta meg a téli időszakban Tordán, ebben a Begaszentgyörgyhöz tartozó kis településen felélénkül az élet, ugyanis a Magyar Kultúra Napjához legközelebbi hétvégén kezdődtek meg a tordai művelődési napok. Egy olyan kis település, amely 12-szer képes megszervezni egy ilyen hosszú rendezvénysorozatot, mint Torda, az valóban figyelemre méltó és kiemelkedő eredmény, és követendő példa lehet mindannyiunk számára. A művelődési ház előcsarnokában a Begaszentgyörgyi község képzőművészeinek csoportos kiállítása nyílt meg. Idén először bemutatjuk a tavaly 2012-ben megszervezett művésztelep résztvevőinek az alkotásait. Mindezek a képek, amelyek fönt vannak a falon, ezeknek az egyéneknek a munkái, és nem csak amatőr művészek voltak, hanem olyanok is, akik a Művészeti Akadémiát befejezték, tehát hivatalos művészek is. Az ünnepi műsorban a házigazdákon kívül Torda testvértelepülései közül többen is bemutatkoztak. Sikerült tehát elérnünk azt, hogy ez a rendezvény sorozat, hisz több mint két hónapig tart, a Szorvány Magyarság egyik kiemelkedő rendezvénye legyen, ami illeti a művelődést területet, és az, ami tehát szintén nagyon fontos a számunkra, hogy a testtelepüléseink ennek a rendezvény sorozatnak aktív résztvevői. A folytatásban március 17-éig a művelődési programok mellett lesznek szakelőadások a termelőknek, gazdáknak, ugyanakkor vidám estekre, bálokra is számíthatnak a helybeliek és a tordára látogatók.